A mai meccsről összességében elmondható sajnos, hogy nem volt igazán egyben a játékunk. Egy jó első cserével és egy gyors góllal kezdtük, talán azt hittük, hogy úgy onnantól már, hogy magától meg lesz. Aztán sajnos viszonylag hamar kaptunk hátrányból egy gólt, és valahogy nem mentek utána a passzaink sem. A védekezésben sem tudtunk úgy zárni, hogy kellett volna, így ugye egy-egyes első harmad után. A másodikra már kicsit jobban jöttünk ki, kicsit jobban pörögtünk. Akkor biztos tudtuk szerezni a vezetést. Viszont utána talán picit továbbra sem voltunk elég fegyelmezettek. Az ellenfél viszont annak ellenére igen, hogy viszonylag rövid volt a padjuk. Örülök neki, hogy meg tudtuk tartani ezt az előnyt, és végül meg tudtuk szerezni a győzelmet. Ez azért nagyon fontos. Viszont nem gondolom, hogy bárkinek kétsége van a felől, hogy ennél többet tudunk, és hát többet is tudunk mutatni. Valószínűleg az edzők is tudják, hogy mibe kell javulnunk, nyilván a játékosok is. Azért pozitívumként kiemelném, hogy jó látni, hogy van egy-két fiatal játékosunk, aki kezd felnőni a feladathoz. A többieknél meg körvonalazódik, hogy mind kell dolgozni, és hát ugye a Csiszétim is visszatért a sérüléséből tavaly óta, az azért nagyon sokat segít a támadó játékunkon, ugye Krivi Kriszti is érkezett, akinek szintén jó játékos múltja van, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek jó jelek a jövőre nézve, viszont többet kell tennünk, mint most.